Csak az ajtót. Igen, az egyben csak leki átlépsz. Alig lesz fellépő magasság. Mennyi ez a járvány? Nem tudom, most 10-15-25. Tehát ami az új megállók van, akkor az tökéletes. Józsára megyünk, tehát nem lesz legállás most már. Józsára kimegyünk, jó? Jó. Gyerek! Most csukad. Gyerek. Ajaj, mi a? Éverségi nem tetszik neki. Hogy a most új helyre, most csodok én fenyek. 77-es lenni, de ugye a magyar szabályokat menet engednek meg. Magár most ide egy fotót, tehát fotózott, hogy voltam. Hát akkor ide nézni. Hogy lassan, hogyha megvannak az engedélyek, akkor elkezdődhet a próbajárat. A próbajárat az, ha sikerült megegyezni a spanyolokkal, ha bekövetkezik a vágányzár, a villamos pálya építés miatt az egyes vonalán, akkor a teljes egyes vonalon is tud fogni a villamos. Ez sokat segít majd a próbajárat a 10.000 km teljesítésében. Egyébként, hogyha nincs vágányzár, akkor a magyar szabványok szerint nem tud közlekedni a villamos. Bár elfér, tehát nincs, fizikailag nincs probléma, de az a szabály, hogy a két villamos között legalább 70 centinek kell lennie. Azért, hogyha valaki közé szorul, akkor ne darálja fel a villamos. Itt nincs meg a 70 centi, tehát itt ez problémát jelent. Nem a teljes szakaszon, hanem csak az Ajtó utcánál nincs ebben a szükséges távolság. A többi szakaszon megvan az egyes villamos. Úgyhogy lassan elkezdjük a próbajáratot. A vágányépítés meg rendben halad a terveknek megfelelően. Van egy pici csúszás. A közműkiváltások még mindig nem teljesen készek, főleg a Hunyadi és a pláza előtti szakaszon, de egyébként úgy látjuk most, hogy ha megfeszített munkával a decemberi határidőt, azt lehet